A magyar kanizsai dobó Tihamér képtárban Madárbarát kertek, kertet segítő madarak címmel szervezték meg a Metaterra civil szervezet tagjai Grabovac Dávid ornitológus előadását. Megtelt a magyar kanizsai képtár, hiszen a Metaterra civil szervezet idén is hagyományosan a téli hónapokban a termelőknek és kiskert tulajdonosoknak előadássorozattal kedveskedik. Ezen a napon egy ornitológus szaktanácsadását hallhatták az érdeklődők. A Ripária Természetbarátok Egyesülete már évek óta különböző pályázatokat vezet le természet és főleg madárvédelem terén, és hát ezekben szoktam részt venni. Az előadáson sok érdekes információt kaphattak az érdeklődők, például, hogy hogyan lehet kertünket könnyedén madárbaráttá tenni, és miért is olyan fontos védeni őket még a hidegebb hónapokban is. Ez egy elég széles témakör, ezt Magyarországon már bevezették különböző iskolákban, óvodákban, sőt emeletésházakban házakban is lehet olyan módszereket alkalmazni, amelyek madárbarát módszerek, és hát... E Ezeknek a Ezeknek a, lehet, ezeknek a lehetőségeit fogom én ma este elmesélni. A metaterra civil szervezet ilyen jellegű előadásokkal kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akik kertészeti tapasztalatokkal kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeznek, mégis szeretnének kiváló minőségű zöldségeket és gyümölcsöket termeszteni.